Országos lefedettségű hálózat ellenőrzi az autók matricáit az utakon. Az országos, minden fizetős úthálózaton, a megyei matrica pedig minden esetben a szomszédos megyében található első csomópontig használható. Ezek érvényessége lehet 10 nap, 1 hónap vagy akár egész éves is. A matricák árai idén sem változtak. Egy személygépkocsira a megyei éves szinten 5000 forintba, országos szinten pedig 42.980 forintba kerül. Az új típus, azaz a megyei matrica bevezetésével például Szabolcs megye és a főváros között azonban mindössze 25.000 forintért használhatjuk az úthálózatot, ha csak megyékre lebontva veszünk matricát az országos érvényességű helyett. Ebben az évben egy kényelmi szolgáltatást is bevezetett a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT. A jelenlegi matrica rendszer úgy lett felépítve, hogy az éves matricák mindig a tárgyév január 1-jével lesznek hatályosak, és a következő év január 31-jéig érvényesek. Ami újdonság, hogy az éves országos és a megyei matricákat már nem csak január 1-től lehet megváltani, hanem december 8-ától elővételben. Az érvényességi idő az csak 2017. január 1-jével kezdődik. Eddig több mint 1,5 millió megyei matricát értékesítettek országszerte a legutóbbi adatok szerint. Ez 200 000-rel több már most, mint a 2015-ös éves eladott darabszám. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az értékesített matricák száma a 19 000-et is meghaladja, így a 16 díjköteles úthálózattal bíró megyék között a 10. helyen végzett az eladott matricákat tekintve. A NUSZ ZRT számára a magyar költségvetés határozza meg a bevételi előirányzatot, ami a 2016-os évre 187,5 milliárd forint volt összesen. Ez tartalmazza mind az E-matrica, mind a mellett úttal arányos útdíjbevételeket. November végére 213 milliárd forint folyt be összességében a NUSZ kasszájába, és így összesen az állam kasszába is. A bevételeket pedig a magyar állam az utak, főutak, gyorsforgalmi utak karbantartására, fejlesztésére fordítja. A pótdíjak összege is hasonlóan alakul majd jövőre, mint 2016-ban. Egy személyautó esetében 15 000 forint büntetésre számíthat az, aki matrica nélkül hajt fizetős útra, és a második ellenőrző ponton is áthalad. Ha ezt az összeget 30 napon belül nem fizeti ki, 60 000 forintra emelkedik a büntetés mértéke. A jogosulatlan úthasználók száma nemzetközi adatokhoz viszonyítva is igen alacsony hazánkban.